Lilla brutál jó szendvicse GMO-mentes Hertz gálas honkával készült. A videót a PIK Premium hús támogatta. Ördözzék külföldön is mindig Mastercard bankkártyával fizet. A műsor támogatója a Frikó sajt. A természet receptje. A recept támogatja a Vitashop. A megúszós ételek támogatója a Xixo. A műsor támogatója a Ütetek Kontrolltárs. A receptrend támogatja a IKEA. A műsor támogatója a Volkswagen Golf Sportsman. A videót a Soproni óvatos Duhaj család támogatta. A műsor támogatója a 2021-es receptrend show. iCool. Ipari hűtés és párásítás. A műsorszám támogatója a Gourmet. A Street Kitchen friss ötleteit és fogásait az Aldi támogat. Sziasztok! Gyorsan kipakolok a bevásárló kosárból, és aztán megmutatom, hogy hogy lehet bundás kalácsot készíteni ebből a csodából. Ráadásul fogunk hozzá csinálni még egy jó kis sós karamellás almaragút is, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Először fel kell szeletelnünk a kalácsot, és én egyébként azt ajánlom, hogy azért ilyen kicsit ilyen vastagabb, emberesebb szeleteket vágjatok belőle. Lesz még hozzá egy jó kis ragú, bővajban fog sülni, úgyhogy egyáltalán nem lesz száraz hatása. Jöhet is egy nagyobb tálba tej. Jöhet a tejhez 2 darab tojás. Jöhet bele egy vaníliarúdnak a kikapart magja. Jöhet hozzá egy kis cukor, illetve egy csipet fahéj. Minden készen van a kalács bundázásához, viszont előbb a serpenyőben egy nagyobb adag vajat kell melegítenünk, és hogyha ez felforrósodott, akkor utána mehetnek bele majd a kalács szeletek. A kalács szeleteket először a teljes tojásos keverékbe mártjuk, majd utána mehet a szeletelt mandulába, és végül belerakjuk a forró vajba. Megsültek a kalács szeletek, úgyhogy jöhet a gyors almaragú. Hát először is meg kell hámoznunk az almát. Kicsi kockákra vágjuk, és akkor majd utána csinálunk egy jó kis karamellt, és abba fognak belekerülni. Mehet a serpenyőbe a cukor. És amint megkaramellizálódik, mehet egyből rá az alma, illetve kevés vaj. Hamarosan elkészül az almaragunk, de fogok még hozzáönteni egy kis sós karamellás kávét, és utána még 2-3 percig kell így rotyogtatni, és aztán készen is vagyunk. El is készült az almaragunk, kiszedem ebbe a kis tálba, és gyakorlatilag készen is vagyunk. A tálalás része pedig a legeslegegyszerűbb dolog. Szerintem 2 kalácsot mindenki meg tud enni, úgyhogy 2 szép szelet kalácsot rárakok itt a kis tányérra, és jöhet rá az almaragunk. El is készültünk, szerintem ez egy nagyon szuper kis reggeli ötlet. Hogyha tetszett nektek is, akkor készítsétek. Lilla brutál jó szendvicse GMO-mentes Hertz gálas honkával készült. A videót a PIK Premium hús támogatta. Ördözzék külföldön is mindig Mastercard bankkártyával fizet. A műsor támogatója a Frikó sajt. A természet receptje. A recept támogatja a Vitashop. A megúszós ételek támogatója a Xixo. A műsor támogatója a Ütetek Kontrolltárs. A receptrend támogatja a IKEA. A műsor támogatója a Volkswagen Golf Sportsman. A videót a Soproni óvatos Duhaj család támogatta. A műsor támogatója a 2021-es receptrend show. iCool. Ipari hűtés és párásítás.
A műsorszám támogatója a Gourmet. A Street Kitchen friss ötleteit és fogásait az Aldi támogatja.